Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit Kaposváron. Ahogy szoktuk, kezdjük a ma esti dharma beszédet is egy mantrával. Segít ide megérkezni, segít a zajt kívülhagyni. És ez a mantra, az Om Nam mantra, amelynek jelentése az univerzum a maga tisztaságában. Ha szeretnéd, itt a szívcsakra előtt összetheted a kezedet, és együtt hétszer mondjuk el ezt a mantrát közösen. Om Nam. Om Nam. Köszönöm szépen! Egyre több szó esik Európa ezen fertáján is a zenről, a meditációról, korábban a jógáról. És ahogy én is részese vagyok ennek a folyamatnak, egyre inkább rájövök, hogy a zen lényege taníthatatlan. Az intellektus eljut egy olyan küszöbig, amelyen túl már csak a tapasztalat segít. Odáig viszont el kell jutni. A kérdés az, hogy milyen tanítással kezdjük. Érthetetlennel kezdjük-e, vagy az érthetővel? Mert előbb-utóbb a másikra is szükség lesz. A kelet nagyon gyorsan tapasztalattá formálja az akaratot. Nagyon gyorsan meglátod, hogy amit akarsz, az valójában micsoda. A nyugat először modellezik, elméletet gyárt, logikai struktúrát keres. És az érthetőből próbálja meg az érthetetlent levezetni, amíg rá nem jön, hogy lehetetlen. A 20. században az összes filozófiai irányzat gyakorlatilag nullára írta magát, minden tiszteletem a jelenkori filozófusoké, de a spirituális lényeget tapasztalat nélkül nem élhetjük meg. Azért, hogy kiegyensúlyozzam egy picit az állítást, keleten az a probléma, hogy ha van tapasztalat, akkor a fogalmi bázis nélkül nem tudod szavakba foglalni. Nem tudsz róla beszélni. Nem tudod kommunikálni. Nagyon sok olyan szerzetessel találkoztam, akiknek a lényében ott égett az a tűz, az a fantasztikus fény, amit nagyon sokan keresünk. De nem tudták tanítani, nem tudták elvezetni oda az érdeklődőket. Nyugaton nagyon sok jól fogalmazó emberrel találkozó, akik jól tudnak írni, olvasni, szóbeli szerkezetekbe foglalni üzeneteket, de a tartalom nincs mögötte. Mi lenne, ha párosítanánk a kettőt? Lenne is mit mondanunk, és lenne hogyan? Meg lenne a tapasztalat, és meg lenne a módja, hogy kommunikáljuk ugyanezt. Egy koan jutott eszembe erről a problémáról, hogyha sok a tanítás, akkor mit tehetsz vele? Koreában nagyon sok zenmester volt, akiknek jó voltából idáig, eddig a pillanatig eljutott a tan. Nagyon soknak nem ismerjük a nevét, most kettőt idehozok belőlük, Jun Kang és Yong Song zenmester. Jun Kang zenmester ellátogatott Yong Songhoz. És egy történetet idézett.
Ahhoz, hogy a két zenmester közötti párbeszédet megértsük, hirtelen vissza kell ugornunk körülbelül 1200 évet a klasszikus kínai korba, a Tang dinasztiába, ahol Zhou zenmestert nagyon sok mindenről kérdezték. Zhou volt az, aki 60 éves korában vállalta el első igazi templomi tisztségét, akkor lett annak a templomnak az apátja, ahol később további 60 évig tanított, 120 évet élt. Amikor a Buddha természetről, a megvilágosodás lehetőségéről kérdeztek, akkor nagyon sokáig tanított. Akkor egyszer csak, amikor valahol Buddha születésnapja környékén megkérdezték, hogy zenmester, van-e a kutyának Buddha természete? Akkor egyszerűen ezt mondta, hogy mu. Ez kínaiul wu, ami azt jelenti, hogy nincs. Vagy semmi. Ez nagyon híres lett, ez a tanítás. A mai napig a japán zenben például a mu koannal évekig dolgoznak, hogy mit jelent az, hogy mu? Mi van a mélyén? Van-e valami több, mint mu? Viszont a két koreai zenmester másképp közelítette ezt meg. Junkang azt mondta Yongsongnak, nekem egy kicsit sok Zhou mu-ja, nekem csak a fele kéne. Adj nekem egy fél mút, mondta Yongsongnak. Yongsong azt mondja, micsoda hülyeségeket beszélsz, nincs olyan, hogy fél mú. Kérjél valami mást. Erre Junkang azt mondja, jó, de előbb kérdezd meg engem. Erre Yongsong azt mondja, akkor adj egy fél mút. Most, nekem. Junkang azt mondja, mú. Mire Yongsong, milyen okos vagy. Előbb-utóbb eljutunk addig a tanításig, amit nem értünk, hanem tapasztalunk. A taoizmus gyönyörűen egyesült a buddhizmussal Kínában sok évszázad alatt. A klasszikus, strukturális, logikus, rengeteg szerkezettel és szimbólummal dolgozó tant leegyszerűsítette, visszahozta a természethez, és ezért igaz természetünk, eredeti arcunk, megvilágosodásunk így nem különbözik. A taoista behatás miatt a zenben elhangzik az, hogy a kék ég és a zöld fa jobb tanító, mint bármilyen szútra. Az egyéválás tapasztalatban nincs gondolat. Ezt nyugaton nem szoktuk szeretni. Egyrészt azért, mert nem értjük, és ahogy a bevezető elején mondtam, nekünk érteni kell. Ezt hívom logosz kényszernek. Tehát muszáj valahogy szavakba foglalni, mert ha nincs rá ige, akkor az valahol nem evilági. Szavakba kell tudnom foglalni, és hogyha ez nem megy, ha nem tudható, akkor az nem is tapasztalható. Az ennek a lényege, az a pillanat, az a tiszta tudat, amely itt és most 100%-ig jelen van, tisztán hall, tisztán lát, tisztán gondolkodik, érez, beszél és cselekszik, ez nem foglalható szavakba. Mihelyt megpróbálod, már 84 ezer mérföldre kerültél tőle, mert a tapasztalat és az arról szóló magyarázat ilyen messze van egymástól. Ha jobban átgondoljuk a mostani helyzetünket, emberiség ezen a bolygón, pontosan ezt a szakadékot kellene áthidalnunk, és nem összetévesztenünk a szavakat a tapasztalattal, a használati utasítást a Turmix géppel, az embert az ember képével, az önvalót a személyiséggel. Nagyon-nagyon fontos lenne ez, hogy visszatérjünk arra az útra, amit egyébként a természet is jár. Ahogy az évszakok forognak körbe, ahogy a növények kihajtanak, fennmaradnak, és elhullatják a leveleiket, miután termést hoztak.
Úgy tűnik, hogy az embernek van egyedül baja azzal, ahogy ez az egész működik. Nem ismerjük kellőképpen magunkat és ezt a világot, és ezért szenvedést okozunk magunknak és ennek a világnak egymásnak egyaránt. A Buddha azt tanította, hogy a szenvedés oka belátható. De csak akkor, ha a szenvedés tényét elismerjük. És valahol a négy nemes igazságban nem a harmadik és a negyedik tűnik a legnehezebbnek. Nem a szenvedés megszüntetése és annak az útja tűnik a legnehezebbnek, hanem a legelső, a szenvedés tényének az elismerése. Hogy valójában szenvedünk attól, hogy múlandóak vagyunk, hogy feltételhez kötöttek vagyunk, és hogy tökéletlenek vagyunk. Ezt nem szoktuk sem szeretni, sem elismerni, sem belátni, sem foglalkozni vele. Miért? Mert kellemetlen. Mert kibillent a saját önképünkből, kibillent a kényelmi zónánkból, kibillent abból a világképből, emberképből, önképből, amelyben oly kellemesen megvagyunk, amelyről a Buddha azt mondta, hogy olyan, mintha kisgyermekek játszanának az égőházban. Elszórakoztatjuk magunkat és egymást azzal az illúzió tömeggel, amely által jól érezzük magunkat egy kis ideig, és utána hirtelen szembe kell nézni azokkal a félelmekkel, megoldatlanságokkal, traumákkal, konfliktusokkal, amelyeket eddig hárítottunk, védekeztünk ellenük, de valójában csak arra vártak, hogy elteljen egy pár év, hogy egy kicsit gyengébb legyen az önvédelem, hogy egy kicsit megerősödjön az okozatiság, a következmény, és akkor ott van. Mit teszünk akkor, amikor belátjuk azt, hogy az öröklétre vágyunk, de az ebben a testben nem megy? Hogy a szabadságra vágyunk, de az ilyen körülmények között elérhetetlen? És a tökéletességre vágyunk, amely aztán a legkevésbé elérhető. Nagyon sok létstratégia van. Nagyon sokféleképpen gondolkodhatunk, akarhatunk valamit. De ha a dharmával, a törvénnyel, a dolgok működésével ez nincs összhangban, akkor az erőnket fecséreljük, és kudarcot fogunk tapasztalni. Frusztráljuk magunkat és másokat, és szenvedést okozunk magunknak és másoknak feleslegesen. Ha tényleg az úton járnánk, akkor elég lenne a születés, öregség, betegség, halál négyességével foglalkozni. Ez épp elég munka lenne. Mindenkinek. De most, ha körülnézel, főleg nem ezzel foglalkozunk. Foglalkozunk háborúval, éhínséggel, a természeti erőforrások kimerítésével, klímaváltozással, környezetpusztítással és egyéb olyan társadalmi természeti problémákkal, amelyeket mi okozunk, mi emberek. A saját téves nézeteink, kapzsiságunk és haragunk által. Ha csak ezt a réteget elvesszük, ha csak ezt a magunk által teremtett szenvedést megszüntetjük, akkor már sokkal természetesebben, világosabban, nyugodtabban élünk, amellett, hogy a négy nagy szenvedéssel még mindig foglalkozni kellene, de akkor már inkább meglennének az eszközeink rá. A zen tehát annak az útja, hogy visszatérjünk a természet működéséhez, nem vissza a fára, hanem emberként két lábon járva egyenesen nézve, meglátni, hogy ugyanaz a törvény érvényes mindannyiunkra. Ennek a nagy része íratlan, de egy részét le tudjuk írni. És hogyha nem akarunk abszolút értéket tulajdonítani az írásnak, akkor helyesen tudjuk használni. Mi vezet ehhez az úthoz? Hogyan térhetünk vissza ehhez a természetes működéshez? A tapasztalat nélkül, a belátás nélkül, az abból hozott helyes döntések nélkül nem megy. Ehhez érni kell, ehhez élni kell, ehhez meg kell születni. És a léleknek föl kell venni ezt a testet, és bevállalni azt az elképesztő helyzetet, hogy ilyen rövid ideig, ilyen nagy kockázattal bíró életet élünk ezen a földön, és üres kézzel jövünk, és üres kézzel távozunk. A halotti leplen nincs zseb, az újszülött rugdalózóján sincs. És ha megnézed, mit érünk el ebben az életben, melynek egy negyedét alsó hangon alvással töltjük,
Szükséges, nem alszol, nem álmodsz, nagyon-nagyon rossz helyzet áll elő. Másik részét étkezéssel, önfenntartással, munkával, szaporodással, szórakozással, egyebekkel. Milyen minőség emelkedés következett be az évtizedek alatt, amit már éltél ezen a bolygón, ebben a testben? Lényegileg mi változott? Mennyivel lettél tudatosabb, belátóbb? Vagy pedig csak a megszokás vasvillájával forgatod át a saját karmád komposztját? Napról napra, óráról órára, hónapról hónapra és évről évre szépen lapátolod a sorsodat. És akkor egyszer kiesik a kapanyil a kezedből, és vége. Na most az, hogy ez meghaladható legyen, valamiféle útra szükség van. Valamiféle bölcsességre, cselekedhető meditációs praxisra szükség van. És ekkor az a tudat, amely benned most lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, cselekszik, az a tudat letisztul. Ha ez a tükörszerű, térszerű, eredeti természetében nem születő és nem meghaló tudat nem tisztul le, akkor a karmánkkal, az önképünkkel nagyon sokáig, egészen a fájdalom küszöb határáig azonosítjuk magunkat. Néha még jóval a fájdalom küszöbön túl. Miért? Mert ez vagyok én. Azért. És nem vagyok hajlandó változni. Akkor sem, ha beleszakadok. Mert nekem ez az élet így kell, magamat ilyennek akarom látni, a másikat pedig csak úgy, ahogy én gondolom. Mikor tudjuk ezeket az abszolút igényeket feladni? Mikor ismerjük el azt, hogy minden változik, és bennem is? Az összes karmánk változik, szerencsére. És hogyha a változást el tudjuk fogadni, akkor annak irányt is tudunk szabni. Ha a feltételhez kötöttséget el tudjuk fogadni, akkor megfelelő feltételeket tudunk kialakítani. Ha a tökéletlenséget el tudjuk fogadni, akkor egymásnak ténylegesen tudunk segíteni. Tehát hogyan állítjuk az univerzum vas törvényeit a szolgálatunkba, az utunk szolgálatává, és nem folyamatosan akadályként fogjuk fel őket. Ehhez kell a szemléletváltás. Az énség, az egoitás nem önálló létező. Az egy hozzáállás, az egy viselkedésforma. Ha önálló létező lenne, akkor bemegyünk a spirituális szike alá, és a boldog gurusebész kioperálja belőlünk a rosszat. Kiemeli az ego varangyot. És akkor viszontlátás. Megtisztultál és megvilágosodtál egy apró kis sebészi művelet által. Szerencsére ez nem hajtható végre. Nem csak, hogy drága lenne a beavatkozás, hanem ki tudja, hogy utána mit ültetnének még be helyette. Szerencsére az énség úgy, ahogy azt mi tapasztaljuk, az nem létezik, nem önálló létező, hanem folyamatos erőfeszítéssel, energiával és információval tartjuk fönt. Ebből emelünk falat magunk és a másik ember közé, magunk és a haladásunk közé. Ugyanebből a falból, hogyha szépen lebontod kövenként, nehogy fel akard robbantani, ne akard áttörni, szépen bontsd le. És ugyanebből a falból, amikor a kövek már külön vannak, rendelkezésre állnak, utat építhetsz magadnak és másoknak. Sőt, összerakhatjuk ezeket a köveket közös úttá. Mert mindenki emberi testbe született, mindenki felnő, mindenki megöregszik, mindenki megbetegszik és mindenki meghal. Tehát ha meglátjuk ezt a sok-sok közös vonást magunkban, annak ellenére, hogy az arcunk különbözik, a szemünk, a fülünk, a hallásunk, amit szeretünk, amit nem szeretünk, ezek mind különböznek, megvan bennünk a felébredés képessége. Sőt, a felébredés képessége az egyetlen, ami igazából közös. És hogyha ez irányban építünk utat, közösen, akkor azon közösen tudunk haladni. Képzelj el egy szekeret. A szekér sáros, kátyús, hepehúpás földúton halad, sok rajta az utas,
és a két ló egyszer nem bírja kihúzni a kátyúból a szekeret, az utasoknak le kell szállni, és miután leszálltak, ki kell tolni a szekeret a kátyúból. Lovakat kifogjuk, és egyszer csak azt látjuk, hogy az emberek neki feszülnek, mi magunk is a szekérnek, de nem megy. Nagyon nehéz az a szerkezet, nagyon mély a kátyú, és egyszer csak rájövünk, hogy az a legjobb, hogyha ilyen hórukkozással, így impulzussal, így egyszerre ritmusban szépen megfelelődik, hogy hóruk, előre, hátra, előre, hátra, és egyszer csak elérjük azt a lendületet, amelyel szépen kibillentjük a szekeret a kátyúból, lovak visszafogható, kocsis felület, utasok vissza, mehetünk tovább. Ez nem erőszakos központosítás, vagy mesterséges közösségformálás az emberiség szintjén. Ez a mozdulat, amit most leírtam, ez csak is a belátás sebességével haladhat. És mi, emberek, ezen a bolygón sokkal gyorsabban és nagyobb mennyiségben termeljük újra a szenvedést, amely téves nézeteinkből, kapzsiságunkból és dühünkből fakad, semmint a megvilágosodást. Feltették nekem sokan a kérdést, hogy ha ez mind így van, Szunyim, ahogy mondod, akkor miért nem világosodott meg már az az emberiség, azaz mink? Miért nem? Azért, mert sokkal gyorsabban termeljük a szenvedést, mint a megvilágosodást. Mind a kettő feltételhez kötött létállapot. Csak jobban megszoktuk az egoisztikus viselkedést, mint az önzetlent. Jobban megszoktuk a dualisztikus, abszolút értékűnek kívánt világképet, mint a relatívat. Sokkal jobban hozzászoktunk a szenvedéshez, sem hogy elismerjük, megtaláljuk az okát, a megszüntetését és végigjárjuk az útját. Minden megszokás kérdése. Néhai mesteremet, Sung San Zen mestert megkérdezték, hogy miért borul le 500-szor naponta. Ez nem pusztán rituálé, ez energiagyakorlat, tudattisztító és egyebek. Azt mondta, én? Hát én nem is borulok le. Ne, mester, ne mondjon ilyeneket, tudjuk, halljuk, látjuk, stb. Én akkor se borulok le. Akkor mit csinál? Ja, robotot építek. Robotot? 1980-as évek Amerikája, koreai zenmester. Képzeljük el a helyzetet. Robotot? Milyen robotot? Most én teszek energiát ebbe a robotba, amikor öreg leszek, ez a robot visz engem. Így építs ki szokásokat. Így építs ki rutinokat. Hogy amikor megöregszünk, és a test már alig bírja, de a lélek még mindig benne van, és csináljuk a dolgunkat, és nagypapa, nagytata, nagymama, nagyika, akkor ezek a szokások visznek. És nem tudsz paradigmát váltani. Nem tudsz már meghaladni semmit, mert egyszerűen megöregedtünk. És addig kell kiépíteni azt a szokásrendszert, aminek az automata pilótája már megfelelő irányba visz. Ha addig nem sikerült, akkor nézed az életedet, és nem tudsz rajta változtatni. Most még igen. Most még nagyon jól felfogod, amit mondok. Most még le tudsz ülni lótuszülésbe, japán ülésbe, székre. Még tudsz meditálni 30 percet, 40-et, 50-et. Mi a fontos? Valójában mit szeretnél? Miből formálsz szokást, személyiséget, identitást? Hogyan kapcsolódsz másokhoz, ehhez a világhoz? Ezek azok a kérdések, amelyeket nem szoktunk föltenni. Nagyon sokszor, amikor ilyet hallunk, azt mondjuk, én csak úgy élni szeretném az életemet. Engem hagyjanak békén. Ez mind rendben van. Csak ez az engem hagyjanak békén kezdetű mondat az, amely most ebben a világban azt csinálja, amit a hírportálokon, a tévében, a rádióban és egyéb helyeken hallasz. Ez odáig megy. Az ajtódig megy. A szobád ajtajáig megy. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy milyen önképet, világképet, ambíciót, vagy éppen dualisztikus egységcsomagot viszünk magunkkal, és milyen szokások szerint cselekszünk. A zen segítségével megláthatod a szokásaidat,
visszatérhetsz a szokások elé, mielőtt azok kialakultak egy olyan tudatállapotba, és változtathatsz rajtuk. Amíg azonosulsz az önképeddel, a tapasztalattal, a világképeddel, addig ezt nem teheted meg. Amíg görcsösen ragaszkodom ehhez a bothoz, addig a kezemben csak ez van. Pedig már szomjas vagyok. Már rég inni szeretnék. Már rég arra gondolok, hogy meg szeretném fogni a poharat, és inni belőle. De még mindig csak a botot fogom. És mire ezt elengedem, addigra be kell látnom, hogy én és a bot nem vagyok azonos. A tudat és a tapasztalat nem azonos. És ekkor a szabadságomat megfelelő módon tudom használni. Vannak emberek, akik annyira szeretik a szabadságukat, hogy semmit nem akarnak megfogni. Azoknak a bot se jut, és a pohár se jut. Akik az ürességhez ragaszkodnak, azok veszítettek el igazán mindent. Akik helyesen használják az ürességet, vagy a teljességet, azok megfelelő módon ismerik fel a helyzetet, teremtenek kapcsolatot, és működnek. Ez a működés az életünk és a halálunk is. Minden pillanatban rajtunk múlik, hogy milyen minőségben hajtjuk végre a feladatainkat. Mi módon viszonyulunk egymáshoz. Soha nem mondd, hogy nem volt választási lehetőséged. Azt mondhatod, hogy nem ismerted fel az alternatívákat. Nem láttál tisztán. Éppen akkor a tudatod leszűkült, és félt, és remegett, és akart, és védekezett. De választási lehetőséged mindig van. A tudatod tükre mindig legyen tágabb, nagyobb, mint az a karma, amit tükrözni kell. De ha ráfeszülsz, ha azonosulsz vele, ha ütöd, vagy vonzod, szereted, vagy gyűlölöd, abban a pillanatban a saját karmád ural téged, amely egy emberhez méltatlan állapot. Hogy a saját magunk által teremtett, képzett tömeg, karma csomag uraljon minket, akik eredetileg teremtették azt. És ezért érdemes felébredni a káprázatból, megszabadulni az abszolút értékűnek mondott dualisztikus világképtől, és tisztán látni, hogy a felhők felszállnak az égbe, és a folyók a tengerbe folynak. Szerintem bevezetőnek ennyi bőven elég volt, és most, hogyha van kérdésed, azt nagyon szívesen meghallgatom, és megteszek mindent, hogy válaszoljak. A kérdés az úgy szólna, egyrészt több kérdésem is van, de akkor kezdjük az elsővel, amit itt az utóbbi szakaszban beszéltél, a megfelelő mértékben használni az ürességet. Én néha úgy érzem, hogy tényleg annyira, és kicsit úgy érzem, hogy rólam szólt, amit mondtál, hogyha valaki nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy semmit ne fogjon meg, akkor tényleg teljesen nincs telenni válik. Tehát lehet, hogy túllépem ezt a határt. De hol ismeri fel ezt az ember, hogy... Talán ott, hogy a tökéletesség ideája és a teli üresség vagy teljesség az nem ugyanaz. Amikor a tökéletesség ideáját az ürességgel megkevered, az a narcizmustól kezdve az összes ilyen cezaromán egyéb személyiségzavarig nagyon sokáig elvihet. Mert a tökéletesség ideáját keverted egy olyan tapasztalással, amelyre nem jellemző, hogy tökéletes vagy tökéletlen. Próba. Ez a bot hosszú vagy rövid? Jó. Üresség természet ugyanez. Tehát amikor a dolgok ilyenségét látjuk, akkor helyesen használjuk az üresség természetet. Amikor ideát ideára halmozunk, és valamilyen részleges szellemi tapasztalatra rágyártunk valamilyen fogalmi réteget, és az ambíciónak a gletvasával ilyen spirituális kenetet megpróbálunk belekenni, hogy az sima legyen, meg szép legyen, meg csiszolható, meg festhető, akkor elkövetjük ezt a hibát. Tehát a tökéletesség ideáját kevered a tapasztalattal, és azt ki kell belőle égetni újra. És a szabály az, hogy amilyen hőmérsékleten volt a tudat, amikor azt a reflexiót magára vette és ráégette a kabátot a testre, ugyanolyan hőmérsékletre föl kell hevíteni, és akkor ki tudod dobni magadból.
Ez azt jelenti, hogyha visszavonuláson például valaki elér egy egészen normális, tiszta állapotot, és arra az intellektusa rázumol, rátenyerel, elkezdi minősíteni, akkor belekeveri az ideát a tapasztalatba. Ez egy nagyon rossz keverék. Az elvonulásainkon, a gyakorlatainkon pont azon dolgozunk, és ehhez a koan praxis nagyon sokat segít, hogy nehogy elkezd gondolattal vegyíteni a tiszta tapasztalatot. Nagyon veszélyes. Magadra veszed, egy ént csinálsz belőle, és az egoitás, mint hozzáállás, mint viselkedésforma még jobban megerősödik, mint annak előtte. Totálisan visszafelesül el a dharma gyakorlata. Ezért mondom azt, hogy a dharma az olyan, mint a kétélű kard. Elvághatod vele az illúziókat magad előtt, az akadályokat elháríthatod, de hogyha ugyanazzal a karddal rosszul mozdulsz, akkor saját magadat vágod el. Még több kettősséget, még több dualitást, még erősebb egoitást hozol létre. Rengeteg példa van rá. Rengeteg. És minden gyakorló keresztül megy ezen a fázison. Tehát az, hogy új bort új hordókba, az nagyon szép dolog, csak a való világban egyszerre mossuk ki a hordót, és már gyűnne bele az új bor, de még nem mostuk ki teljesen, vagy nem újítottuk föl teljesen. Ha a világ ilyensége megvan, az ég kék, a fű zöld, a kutyák csak ugatnak, akkor az üresség természetet helyesen használod, mert a tudatod tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És nincsenek úgynevezett tüposzok, fogalmi barázdák belevágva, vagy azonosságkarcolatok azon a tükrön. Ugyanis ebből van a típus, és a típusból a karakter. És ez nem a tulajdonságok nélküli embernek a célzása. Nem az, hogy ne azonosítsd a személyiséggel magadat, az a te avatárod, az a te nyugodtan, mint most esetedben tanárnő, a világban dolgozol. De azt tudod, hogy a lélek a legmélyén bármi lehet. Csak most éppen tanárnőben testesül. És ez a relativitás, ez a hozzáállás, ez már egy kicsikét megkönnyíti a személyiséggel való munkát. Megkönnyíti a meghaladást. És hogyha a meghaladást megkönnyítem, akkor nem akadok bele a fogalmakba, hanem használom azokat. Az ürjesség fogalmába való beakadás, ez egyik legkomolyabb spirituális betegség itt nyugaton, és az előbb említett személyiségzavarok mellett még egy kicsit a nihilizmus, az önpusztítás, a szenvedélybetegség, mind erre rá tud tenni lapáttal, ha helytelenül használom. Úgyhogy ezért kell a tantien praxis, ürítsük ki a felső csakrákat bátran, nem szenvedsz el semmilyen veszteséget, mint hogy az ég nem ordít a veszteségtől, amikor a felhők ugye elhárulnak, és az ég tényleg kék, és feloszlanak, és esett egy jó kis zivatar, kitisztul az ég, nincsenek hiánytünetek, ugye? Nem láttál ilyet. Ugyanez. Jól értem-e, hogy mert én egy kicsit olyan tudathasodásosnak élem ezt meg, hogy amit mondasz, hogy a személyiséget használom, és ezzel élek a hétköznapokban, közben pedig bent van egy kiürített, vagy tisztább, egyre tisztább, vagy általam tisztított önvaló valami, és most akkor ez nem egy ilyen hasadás? Eredetileg igazi önvalód nem név és nem forma. Ha egy külön entitás lenne, amely ugye a személyiségtől különbözik, az egy hasadtudatot eredményezne. Ezért azok, akik mindenféleképpen névvel és formával akarják a lényeget illetni, előbb-utóbb törnek és szakadnak belül. Hogy ez az igazság és a lényeg és a legfensőbb elv megtestesülése, az meg vagyok én. És az egyik a jó, a másik a rossz. Az egyiket takarítsam el, a másikat pedig ugye testesítsem meg, vagy pedig éljem át. Régen a cirkuszban volt egy olyan szám, amikor kisgyerek voltam, elvittek engem még a ilyen cirkuszi mutatványokra. Hirtelen két ilyen kis törpe a művészbejáron így berongyolt, és így birkóztak. Nagyon érdekesen birkóztak, mert egyik se tudta lebirkózni a másikat. Dőltek balra, dőltek jobbra, tolta előre, tolta hátra. Egyik piros volt, a másik kék. És ilyen kis furcsa arc, karok így egymásba, nem tudták elengedni egymást, és így mentek, küzdöttek. És akkor egyszer csak megállnak középen, és az artista felegyenesedik. És felül piros, alul kék. Tehát ugyanez. Harcolsz magaddal. Magaddal. De ez mind én. Ha kettő, akkor kettő. Ha három, akkor három. Amennyibe akarod hasítani, de ha elfogadsz egy tanácsot, ne hasítsad magad te
semennyibe. Lásd tisztán, hajd tisztán, gondolkodj tisztán, ebben a pillanatban tisztán tükröz mindent. Ennek a tükörnek eredetileg nincs neve és nincs formája, nem önálló létező. Amikor a Buddha az anátman tanát, az, vagy anattá, az éntelenség tanát tanította, ennek nagyon sok értelme van, de az egyik, hogy a legfensőbb, az átma brahman, az nem születik. Tehát igazi önvalódnak nincs neve és formája, nem egy külön létező. És akkor megkérdezték Buddhát, hogy amikor ebben a testben vagyunk, akkor a Buddha természetünk is itt van, és velünk együtt szenved. Nézd meg, milyen gyermeki a kérdés. Nem rossz, mindent föl lehet tenni. Vagy pedig ezen kívül áll és csak látja. És természetesen a válasz az, hogy ha azt gondolod, hogy veled együtt szenved hiba, azt mondod, hogy külön áll hiba. De ha tisztán látsz ebben a pillanatban, tisztán hallasz, minden ebben a tükörben tükröződik, és látod ezt a botot, és hallod ezt a hangot, akkor el tudod felejteni az önképet. El tudod felejteni a tételezett, illuzórikus önmagad, és ezáltal visszajutsz eredeti természetedhez. De ez nem tudható. Ez tapasztalható. Ezért kérdezték a kínaiak korábban, hogy hogyan láthatsz meg egy olyan bikát, aminek már a hátán ülsz. Azzal nem úgy találkozol, hogy előről jön, vagy oldalról, hátulról, és a többi, és akkor jaj, hát ez az, ez az, ez az. Annak már a hátán ülsz. Mert ez az, ami benned most lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, és a többi. Ez a látó, ez a vidya, ez az. Holnap este Gyémánc útra olvasás, jó? Egyéb kérdés? Szifilizált európaid agyunkkal képesek vagyunk ilyenre? Képes-e az a néhány ezer éves beskatujázott, agyonregulázott szervezet ekkorát lépni? Illetve a kultúra és ez a magasság mindig kevesebb kiváltsága volt. Mit keres itt ez a sok ember? Láthatóan érdeklődnek valami iránt. És én azt mondom, hogy képes. Ez nem hurrá optimizmus. Én arra kérlek, hogy tegyél egy lépést így felém. Még egyet. Köszönöm szépen. Az összes többi, ami a 10 000-ből kell, hogy a célhoz ér, ugyanilyen lépés. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Nekem az együttérzés gyakorlásával kapcsolatban lenne kérdésem. Hogy lehet úgy együtt érezni valakivel, hogy én ne halljak bele? Tehát, hogy az én ne legyen. Mert nekem ez nem megy. Tehát átérzem a másik fájdalmát, átjár, és pontosan annyira fáj, mint a másik embernek, állatnak, teljesen mindegy. Hogy lehet ezt félretenni? Elsősorban egy főző gyakorlatot javaslok. Kérlek, készíts elő egy hatalmas kondért, 10 liter fölöttit. És abban a család, a szomszédság, a rokonság kedvenc ételét főzd meg. Hatalmas nagy kanállal. És amikor azzal a főzőkanállal kavarod a kondért, akkor gondolkodj el azon, hogy hogy nem ránt be a kanál. Hogyan nem esel bele a kondérba. Tehát egy teljes tudásoddal, együttérzéseddel, odaadásoddal elkészíted az ételt, benne is vagy a kanál által, de nem esel bele, és nem ránt be a kanál. Az együttérzés az jóval összetettebb, mint egy étel elkészítése. Elsősorban nagyon fontos megállapítani azt, hogy az együttérzés nem érzelmi alapú. Ismétlem, nem egy érzelmi pozitúra. Abban szoktunk kimerülni. Az szokott teljesen eredménytelen lenni. Az együttérzés egy egyévállás alapú hozzáállás. Tehát ahogy mondod, átérzem a másik szenvedését, érzelmeit, gondolatait, egyebet. De ebből az átérzésből nem következik azonosulás. Nem következik determinizmus. Nem következik az, hogy a másik problémája ural téged.
Ha mégis, akkor sokkal erősebb tantierre, és sokkal tisztább tükörre van szükség. És akkor fel tudsz ébredni abból a káprázatból, amit a másik valóságként akar rád dobni. És az együttérzés, az önzetlen odaforduló segítség addig a határig, amíg a másik ezt el tudja fogadni. És a legnagyobb paradoxon az, hogy akiknek a legnagyobb szüksége lenne segítségre, azok utasítják el a legmerevebben. És ahhoz törni kell, szenvedni kell, szakadni kell, hogy azt mondja, hogy tényleg szükségem van rá, kérlek segíts. Főleg a zenben a segítség az lehetőség, és egy benső kötelesség, de semmi olyan, amit ráerőltetnénk a másikra. Értem, köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm. Vannak olyan alkalmak, amikor gombócot érzek a torkomba. Én meg palacsintát sokszor képzelem. Egyidejűleg hallom a hangodat, a madarak csicsergését is, a mozgást is felfogom, de mégis itt van egy ilyen diszkomfort érzés, amit szintén látok és tapasztalok, de ott van, de nem tudok vele mit kezdeni, tehát nem tűnik el, nem megy el, hanem csak érzem, hogy ott egy ilyen rossz érzés van. Általában a szorongás és egy kicsit a félelem az itt szokott ki, ilyen torokszorítása. Nem a szándékkal van baj, hiszen elég régóta gyakorolsz, és tudod azt, hogy ez nagyjából miről szól, és teszed a dolgodat a teremben is, az életben is. Csak az ehhez fűződő reflexiók, az erre adott benső válaszok, ezeknek a nagy részét még nem dolgoztad fel, és nem takarítottad ki. Hát az összes olyan veszteségtől való félelem, vagy a frusztrációhoz fűződő szorongás, vagy a megoldatlan élethelyzetek bizonytalansága, ezek mind ott vannak, de az ember jól szeretné csinálni, jól szeretne meditálni, jól szeretne gyakorolni, és akkor ezeket így, menj innen. Hát megy idáig. Aztán, ha még tovább nyomja az ember lefel, akkor lemegy idáig. A szívben nem sokáig marad, mert ugye sokkal egészségesebbek vagyunk annál, sem, hogy tartósan negatív érzelmeket engedjünk a szívcsakrába. Azt állandóan felmelegítjük, felhigítjuk valami intenzív, pozitív akarattal, érzelemvilággal, és akkor lejön ide gyomorszájra, napfonatra. Na, ekkor szoktak férfiak gyomorfekét kapni, amikor a létbizonytalanság, szorongás, állásprobléma, családi probléma lemegy ide napfonatra, az gyomorszáj, és akkor puff! Hölgyeknél pedig az emésztés szokta hazavágni, csak más módon. Tehát ezek mind elfojtott érzelmek, elfojtott karma, és a zen azt mondja, hogy ne álljál meg itt, vidd le tantienre. Tehát ezt az energiát, amit ide föl szokott jönni, homlokba, vagy torokba, vagy szívre, azt szépen vidd le légzéssel, mozgással, meditációval, énekléssel, leborulással, vidd ide-vissza. Ez az a kohó, ahol eredetileg a karma ugye ki van kovácsolva. Tehát ez az a plazma, ami itt fölfelé jön, ez az az energia, ami információt kap, ez az a differenciálódás, amitől ugye létezünk ebben a testben, és tapasztalunk. Ez a sok-sok differenciálódás, az semmi baj nincs. De hogyha legyártod a saját duális kategóriáidat, hogy ez jó, ez rossz, ettől félek, ettől remélek, stb., rögtön ott vagy a kékszakálú herceg várában alaksor, pince, szobák sorozata. Jó? Tehát nem hozunk létre olyan elfojtott tudattartalmat, amely aztán később torokszorongató, egyéb érzésekkel jár, rosszatámadsz tőle, befolyásolja a gondolkodásodat, a jelenlétedet, úgy érzed, hogy levesz belőled, stb. Ehhez jó a meditáció, ahol ugye neked különösen erezd el a hajamat, tehát így leülsz, és belül mindent lehet. Minden előjöhet. Miért? Mert ami jön, az el is megy. Csak tartsd meg azt a halál megvető bátorságot, hogy jelen vagy ebben az egész kavalkádban, hogy tudsz a vihar szeme lenni, a mozdulatlan középpont a hatalmas forgó kavalkádban. Mert néha az ember karmája ezt csinálja. Csak az ember felordít belőle, hogy úristen, hát el ne kezdtem volna ezt. Nem akarom én nyitogatni ezeket a tudattalan szobaajtócskákat. Kiderül, hogy a tapasztalat kötelez. Saját tapasztalatod a legkomolyabb imperatívus, hogy igen, ha már elkezdtem takarítani, akkor folytassam.
Most rázárom erre az egész borzalomra az ajtót, gyorsan még egy zárat szereltetek rá, és akkor egyszer csak, amikor eléri a kritikus tömeget, ajtóstú, tokostú kitöri a tudatküszöböt, és akkor meg gubanc van. Átmeneti személyiségzavar, depresszió, életképtelenség. Vagy legyártom betegségben, vagy szembe jön balesetben, melyikkel. Tehát ezért ne folytsuk el. De ki se élt, mert ha kiéled, akkor meg az a baj. Elfolytod, az a baj, kiéled, az a baj. Úgyhogy ezért maradj meg a tiszta tudat jelenlétében, engedd a tudattartalmakat megjelenni és eltűnni, eközben a való világ élethelyzeteiben felismered, hogy milyen helyzetben vagy, mi a helyes viszonyulás, és mi a cselekvés vagy teendő. Ekkor tisztulsz is, és tisztán is tudsz maradni, és részt tudsz venni az életben. Tehát nagyon nagy munka volt a 20. század második felétől, hogy a keleti kolostorokból kikerült tanokat, amiket hát az érdeklődő nyugatiak cibáltak ki, az indiai ásramoktól kezdve a tibeti gompákig, a koreai szacsál, az a templom. Mindenki érdeklődött, hogy mondjatok már valami újat, mert a nyugati civilizáció a 20. század két világháborújában eléggé lenullázódott erkölcsileg, etikailag, ideológiailag, vallásilag, tehát nem csak Nietzsének volt problémája az istenképpel, nagyon sok más embernek is, hogy akkor ez most hogy van? Mit csináltunk egymással 1915 és 55 között? Mi történt? Ezt hogyan engedtük meg magunknak? Milyen alapon? Az összes ezt támogató filozófia, ideológia, vallás, politika, egyébként itt nullára írta magát. És nézd meg a 50-es évek végétől, főleg a 60-as évek elejétől amerikai hippi korszak, elkezdtek járni Indiába, nem csak a Beatles, nagyon sokan egyebek. Utána elkezdték kicibálni a tant Kínából, amennyire lehetett, főleg Tibetből először, mert ugye őnekik ki kellett jönni 59-ben. Japán, ahogy az amerikai hadsereg befejezte a munkáját a négy nagy szigeten, rögtön a japán zen ment Amerikába. Koreai zen az egy kicsit később, Sung San zen mester 1972-ben érkezett Amerikába, de hát ott is volt egy komoly koreai háború, utána a félsziget particionálása, tehát óriási kataklizmák zajlottak. Képzeld azt el, hogy egy olyan tan, amelyet évezredekig szigorúan csak kolostori kapuk mögött, beltérben, szerzetesnői társadalmon belül gyakoroltak, és arra volt teljesen konfigurálva, az hirtelen kijön onnan, és az összes többi érző lényt eléri. Könyvben, látogató tanítóban, videó, rádióadás és egyebek. És belecsattan abba a világi környezetbe, ahol aztán nagyon másképp élnek, nagyon másképp viszonyulnak egymáshoz, nagyon mások a célok. És bizony eltelt egy-két évtized azért, hogy ezt a tant adaptáljuk a világi élethez. Lefordítsuk ezt arra a nyelvre, hogy a világiak is tudják gyakorolni. A folyamatnak korán sincs vége. Ez egy állandó visszatérés a gyökerekhez, ezért jó néha ugye Koreába menni, templomokat látogatni, beülni olyan zentermekbe, ahol már 1300 éve tolják, és ugyanazt, és ülnek, és évi kétszer három hónap, és utána visszajövünk ide, és valamit csak elhozunk onnan. És nem a csomagban, hanem valahol itt. Úgyhogy ez a folyamat, ez teljesen, azt mondom, a maga természetességében zajlik úgy, hogy a világ közben kezd megőrülni, és egyre jobban az. És ekkor látod azt, hogy a valódi spirituális gyakorlók közössége, amely kultúra, nyelv és főleg ilyen ruha független, az egy spirituális szintet ad, és valahol egy szolgáltatást nyújt, és mindehhez annyi kell, hogy az életének az anyagi része valahol alapszinten rendben legyen. Tehát spirituális szolgáltatás, anyagi fenntartás. Ebben sosem volt profit. Nem mintha a profittal bármiféle baj lenne. De az nem ennek a műfajnak a sajátja. Itt spirituális hozadék van. Az emberi tudat szintjének az emelése az igazi profit. Az, hogy kevesebb szenvedést termelünk, hogy tisztább tudattal élünk, hogy az együttérzést helyesen tudjuk gyakorolni, hogy megtapasztaljuk a nem dualisztikus bölcsességet, az állandó gondolkodás helyett. Ez a hozadék.
Ez a nyereség. És szükség van az anyagi nyereségre és a spirituális nyereségre egyaránt, mert ha bármelyik hiányzik, akkor az egyik is lehanyatlik és elmúlik. Nézd meg a birodalmak felépülését. Mindig valami tűzszemű egy vagy két alapító ott volt, és miután megitták a farkastejet, onnantól kezdve úgy felépítették a várost, hogy birodalom lett belőle egy-két évszázad alatt. Arra már nagyon kevesen gondolnak, hogy a birodalmak hanyatlását is elsősorban ideológiai és gondolkodásbeli hanyatlás előzte meg. És azután omlott össze társadalmilag, politikailag, katonailag és a többi. Hát az a fajta töltőanyag, ami az emberek hite, odaadása, energiája, az kezdett el vékonyodni, fogyni, és amikor egy kritikus küszöb alá ment, akkor a birodalom összeomlott. Miért? Mert az emberek már nem hittek benne, nem akarták, és amikor elvész a hit, elvész a tett, és akkor valami mást akarunk, valami másban akarunk hinni, mást akarunk felépíteni. Ezért kell, érdemes visszatérni a gyökerekhez, látni azt, hogy a bódhifa hogyan sarjad ki, és a gyümölcsöt hazahozni, és amikor szezon van, eltesszük befőttnek. Egyéb kérdés? Köszönöm. Kérlek szépen segíts megértenem azt, hogy hogy van az, hogy annak ellenére, hogy itt sokan már tényleg keresik a másik oldalon a tiszta látást, ehhez képest milliókat meg sem érint, és a táplálékuk az a fájdalom, és annak a nézése, a szenvedés létrehozása. Hogy van ez a világban? Én hogy viszonyuljak hozzá? Mert ugye azt mondjuk, hogy én ezt ne minősítsem, ne lássam duálisan, de ehhez képest ezt azért nem de tudom. Okozatiságában azért lásd. Egyszerű, ezt szokták meg. Ezt szokták meg, és nem akarnak ettől a szokástól eltérni, mindaddig, amíg azt tarthatják. Tehát, bár mekkora szenvedést okoz nekik maguknak is, vagy hogy ez élteti őket, a látványa, ugye itt ez a média, ami folyamatosan csak azt önti magából, hogy itt robbantanak, ott pontosan, égnek. Pontosan. Ez az, amit már ismerünk, amit már megszoktunk. És hogyha megszoktuk a szenvedést, és együtt tudunk vele élni, akkor nagyon nehezen lépünk ki ebből a zónából. Van egy pszichológiai fogalom, ami úgy szól, hogy misoneizmus, az újtól való félelem. És az újtól való félelem az bizonyos emberekben, sőt az emberek többségében akkora, hogyha valami új látásmódot, új létmódot, új hozzáállást tapasztal, mindaddig nem mozdul el a saját maga által teremtett kis kényelmi zónából, amíg megteheti, amíg fenntarthatja. És ez a szenvedéssel együtt érvényes. És a legdurvább dolog az, hogy mivel ez izgalmas, tehát izgalmas végignézni, az ember kap egy hormonlöketet, egyéb impulzusai lehetnek. Nem számít az, hogy szenvedés, csak az, hogy engem éltet. Ettől vagyok életben, ettől érzem azt, hogy valaki vagyok, valami dolgom van, stb. Igazából, amikor eléri azt az elviselhetetlen fájdalom küszöböt, amit már nem tudok takargatni, nem tudok újrainterpretálni, akkor fegyver le, és azt mondja, oké, változnom kell. És még akkor is a kivetítés lehetőség ott van, hogy valójában nem velem van a baj. A világgal van a baj, a másikkal van a baj, veled van a baj, meg veled. Velem nincs. És amikor ezek az impulzusok is teljesen kudarcra vannak ítélve, és bemutatják azt, hogy nem működnek, akkor az ember végre az energiáját befelé fordítja, és elkezd belül gyakorolni. Elkezd tanítót keresni, tanítást keresni, tanítványi közösséget keresni úgy, hogy már nem számít az, hogy mit gondol róla a másik ember. Csak az, hogy belül oldja már meg. Itt a régi Horácius-i mondás, hogy a te incipi, kezd magadon. Ez a legjobb. Ha azzal foglalkozunk, hogy Úristen, ez a 7,3 milliárd, vagy még annál is több ember, vajon miért nem lép az útra, és miért nem világosodik meg most, hogy hónapra már más híreket olvassunk a neten? Ez elvesztett energia.
Tehát fordítsd befelé azt, hogy igen, mi vagyok, mi a dolgom, hogyan valósítom meg, hogyan ébredek föl egy magasabb szintű tudatra. És ekkor működik. De ha kívül keresem a megoldást, akármilyen jó indulattal nem fog menni. Van ehhez egy adalék, aztán Gyógyút kérdezték meg a szerzetesek, hogy mester, ki tudjuk ebből a hatalmas hegyből faragni Buddha urunk gyönyörűséges szobrát? Azt mondta Gyógyú, persze, hogyne. Szerzetesek boldogan leborulnak, tiszteletadás után távoznak, az utolsó így visszakérdezkezi, mester, de tényleg ki tudjuk faragni? Most már nem, mondta Gyógyú. És a kétséget hogy lehet kiirtani a szívből, mert akkor gondolom, itt a kétség volt. Nem kiirtani kell, mert ha kiirtod, akkor szaporodik. Nézd meg a parlagfüvet. Tehát írtjuk borzasztóan, de állandóan több van belőle. Tehát ne írtsd a kétséget, tedd a megfelelő helyre. Ahol kételkedni kell, kételkedj. Ahol nem kell kételkedni, ne kételkedj. Fel kell ismerni, hogy hol van helye annak, hogy ismét kérdés, még egy részlet, újabb probléma, megint okfejtés, újabb magyarázat, tudósok imádják. Tehát, hogyha valaki szeret kételkedni, nyugodtan menjen tudományos területre, mert hivatalból kételkedni kell. Meg kell kérdőjelezni minden eredményt, utolsó tizedes pontig lebontani, újra bizonyítani, megint összeállítani. Fantasztikus. De amikor tapasztalsz valami világosat, egységeset, nem dualisztikusat, azt ne próbáld meg a duális késsel szabdalgatni, úgyse fog menni. Úgyhogy a kétséget is a megfelelő helyen, időben, módon. Ha így alkalmazod, semmi gond. Talán egy kicsit kapcsolódnék ehhez az előző kérdéshez, hogy járunk egy úton, tesszük meg ezeket a lépéseket, amiket itt az úri embernek mondtál az imént, és talán úgy érzi az ember, hogy elért egyfajta belső békét, vagy egy picit tudja magát függetleníteni így a dolgoktól, vagy egy kicsit jobban befele tud figyelni. És talán törvényszerűen, vagy nem tudom, jön az életbe, biztos, hogy ezzel sokan így vagyunk, vagy egy olyan munkahelyi dolog, vagy egy betegség, vagy családi dolog, vagy haláleset, vagy bármi, vagy egy új kapcsolat, vagy bármi, ami így úgymond, mintha elvinné az embernek az energiáit, vagy elvinné így erről az útról, és nem tud már annyira befele figyelni, mondjuk nagyon jó meditációkat élt meg, vagy egy nagy belső nyugalmat, és utána már szinte az ember annyira a külvilág fele figyel, hogy nem tud már visszazökkenni, hogy hogy lehetne ezt a tisztánlátást, ezt a belőre, vagy amiket itt említettél, megőrizni. Először meg kéne tapasztalni, és ehhez érdemes a munkahelyi otthoni környezetet egy picit elhagyni. Hát az otthon elhagyása, mint igazi ázsiai praxis, az azért kellett, hogy pontosan ezek a problémák ne határozzanak téged meg. Tudj kilépni ebből a környezetből. És amikor ezt megtetted, akkor a zarándoklat, legyen a 140 km vagy 14 ezer, egy kicsit lekoptatja rólad azokat a szokásokat, amelyek addig úgy teremtették ezt a valóságot, a problémáival, bizonytalanságával együtt, hogy úgy érezted, hogy nem tudsz rajta változtatni. Valójában a szokásaid nagy részét nem látod, egyikünk se látja. A működési mechanizmust is csak akkor, amikor már eredmény szinten megjelent. És ahhoz, hogy ezt korábban elcsípd, ahhoz kell a tiszta tudat. És azért hozunk létre templomokat, azért építünk zentermeket, azért gyakorlunk meditációt, hogy a tudat még az előtt észrevegye a saját teremtésének a következményét, sem hogy az cselekedetben, beszédben, gondolatban, érzelemben megjelent volna. Erre képesek vagyunk. Ez a tiszta tudat működése. Mindig van választási lehetőséged, de csak akkor, ha látsz. És ha látod a következményt, azt mondod, köszönöm, ezt nem kérem. Csinálok mást. Gondolkodom másképp. Más érzelmeket formálok. Ez a pillanat tört része alatt szokott eldőlni, és általában tudattalanul. A
Azért tudattalanul, mert az emberi ösztöncsoportok, túlélés, birtoklás, szaporodás, ezt szokta meghatározni azt, hogy mit tartunk jónak, rossznak, hogyan kezeljük a helyzeteket. Ezekről a karmákról le kell tudni választódni ahhoz, hogy valódi választási lehetőséged legyen. Erre találták ki a meditációs termeket, az ott zajló gyakorlatot, az ott érvényes etikát, a megvalósuló életformát. És akkor, amikor már ez letisztult, akkor az otthoni gyakorlattal meg tudod tartani, de elég nagy munka. És ezért kell néha visszatérni a gyakorlat helyéhez, abba a terembe, abba a környezetbe, ahol ezt megint csak csináljuk. Érdekes, hogy az autóval nincs ilyen problémánk. Tehát azt elismerjük, hogy szervizbe kell vinni, mert leállt. Megnézik, ups, alkatrész csere. Kettős tömegű lentkerék, 500 000 forint. Kicserélik, jó drágán, és akkor mész tovább. Az, hogy benned mit kéne kicserélni, és milyen szerszámmal, és milyen karmát kéne kirakni, az már korán semmilyen egyértelmű. Na, ahhoz kell a benső látást. Tehát a zen az nem kívülről oldja meg, belülről oldja meg először. És nem más kezd el villáskulccsal, fogóval és egyébben dolgozni rajtad. Megkapod az eszközt, és van kölcsönhatás tanító és tanítvány, tanítvány és tanítványok között. De senki nem végzi el helyetted a munkát. Miért? Mert senki nem avatkozik be a belügyeidbe, senki nem veszi el a méltóságodat, szabadságodat, és így a kötelességedet sem. A kettő együtt jár. Ezt szoktuk felejteni. Ahol szabadság van, ott kötelesség is van. Ahol felelősség van, ott szabadság is van. Akkor tudsz igazából dönteni, hogyha felelősséget válasz. Jó? Tehát tessék belül dolgozni, de nem egyedül, nem bezártan, és nem abban a zónában, ahol a szokásaink eddig így érvényesültek. Merjünk kilépni onnan, menjünk el arra a helyre, ahol ezt 100%-ban, napi 24 órában erre fókuszáltan csinálják, ott nyerjünk valami más minőséget, tapasztalatot, belátást, próbáljuk meg megtartani a mindennapokban, és amikor látjuk, hogy nem megy, akkor térjünk nyugodtan vissza a szervizállomásra. Beállítjuk a kerekeket, becentírozzuk a kis tudatot, és akkor mehet. Köszönöm. Szívesen. A karmával kapcsolatban lenne, említetted az előbb a karmát, és rendbe kéne az agyamat tenni, mert a karma szó kapcsán általában egy út az ember eszébe, New Age-es könyvekből annyi mindent lehet olvasni, meg vannak ilyen divatirányzatok. Viszont az előadásaidat hallgatva én úgy érzem, hogy az én karmám, az én személyiségemből fakadó rossz, vagy negatív, vagy nem elégséges, vagy nem megfelelő válaszreakcióim, érzelmi állapotom, és ezt kéne felül múlnom, és ez lenne a karmám. Tehát mi a karma? Visszatérnek a főzés hasonlathoz. Szerintem nagyon jól fogod tudni használni. A jelenlegi megfogalmazásod alapján a karmát azzal a bizonyos salakanyaggal azonosítod, ami a mellékhelyiségben kijön a vacsora másnapján. De hát az ugye nem úgy kezdődött, hogy megfőztük, felszolgáltuk, megettük és jó ízűen ugye elfogyasztottuk mindeközben? Ne felejtjük el, az is karma. Tehát amit te jónak vagy rossznak gondolsz magad, az mind az. Az mind karma. Tehát ez nem pusztán valami sorsszerű salakanyag, az a szükséges rossz, ami bennünk ottan ólálkodik, hanem minden, ami cselekvés, beszéd, gondolkodás és érzelem, az ebből fakadó ismétlések, az erre épülő szokások, a szokásokkal való azonosulás, az azonosulások összerakódása személyiségé, még nem. Mert ez eddig csak az egyén határa, tehát elértük az egyén kritikus küszöbét. Ekkor jelenik meg az én, az önálló, integrált vagy kicsit szétesett, de személyiség. Ekkor már van tudat. De ezek a személyiségek összekapcsolódnak. Családdá, csoporttá, társadalommá. És ekkor van csoportkarma. Tehát van egyéni karma, és van csoportkarma, és természetesen a csoportkarma nagyobb, mint az egyéni. Az egész karma úgy, ahogy van. Tehát ez nem valamilyen sorsszerű rossz, hanem az ok és okozat működése piciben,
közepesben, nagyban és még nagyobban. És a legnagyobb belátás az, hogy te ezzel a karmával ugyanúgy nem vagy azonos, mint a csoki gyár a csokival, de te teremted, és felelős vagy érte, és te osztod szét, és visszajön hozzád a visszajelzés. De a csoki édes, meg kakaómassza van benne, meg néha mazsola, mandula vagy narancshéj. De a csoki gyárban acél, műanyag, fa, kő, fém, egyebek. Más. De mégis egyik teremti a másikat, és a menedzsment szépen hallja a visszajelzéseket. Így viszonyulj hozzá, és akkor sokkal nyugodtabb, világosabb teremtést tudsz megvalósítani. Sokkal nyugodtabban, világosabban tudsz teremteni, elviseled, amíg az megmarad, sőt szabályzod, hogy meddig maradjon fönt. És utána szépen engeded lebomlani. Nagyon nem vagyok képbe ezekkel a dolgokkal, amiről te meséltél, úgyhogy én az alapoknál szeretném kezdeni, mert hogy beszéltél a meditációról, vagyis hogy mondtad, hogy a meditáció alapszükséglet lenne. És én azt kérdezném, hogy mit értesz a meditáció alatt, illetve, hogy a meditáció a hétköznapjainkban megnyilvánul el, tehát egy olyan embernél, aki gyakorlatilag nem csinálja ezeket a légző gyakorlatokat és a nem tudom micsodákat, amiket ti csináltok. Tehát, hogy például az, hogy kimegyek a természetbe és leülök, az például meditációnak minősül-e? Igen, annak minősül. De ha csak a természetben tudod a tiszta, harmonikus tudatot megtartani, akkor ez egy nagyon feltételhez kötött meditáció. Tehát például a látás, a benső látás elérése, az a meditáció egyik lehetséges meghatározása. Az eredeti tanítás az úgy szól, hogy ülve, állva, járva, fekve, beszédben, csendben, álomban és ébrenlétben, folyamatosan, megállás nélkül. Mi ez? Tehát amikor ezt a kérdést fölteszed, és engeded a gondolatokat jönni és menni, de a kérdésnél maradsz, akkor ez a tapasztalás előbb-utóbb elkezd felébreszteni a saját álmainkból, illúzióinkból. Tehát ez a felébredési folyamat is a meditáció. Amikor tényleg a tantiemben tartod a légzést, figyeled a saját mozgásodat, megtartod ebben a pillanatban a jelenlétedet, az is meditáció, hiszen megtartod a tiszta tudatot. Akkor apuka lemegy a garázsba és a 3x5 méteres terepasztalt kis csavarhúzóval rakja össze a hidakat, a kis sinecskéket, a váltókat, a szemaforokat, az indóházat, és rárakja a modellvasutat, és beindítja a transformátort. Az is meditáció, csak tárgyas. Az tárgyas meditáció. Amikor a gyerek elmegy sportolni, izzatra futja magát, és boldogan hazajön, mert addig se gondolkodott, amíg az aszfalton egyik lába másik után, az is meditáció, csak mozgáshoz kötött meditáció. Tehát minden olyan mozdulat, olyan tevékenység, amelyben a tudatosság jelen van, az meditációnak fogható fel. Miért? Mert tudatosodsz. Most innentől kezdve, ahogy a tudat tárgya csökken, ugye a meditáció ereje is csökkenni szokott. És a zen azt célozza, hogy mindenféle tudattárgy nélkül, játékszer nélkül, tevékenység nélkül, eszköz nélkül a tudat maradjon önálló, autonóm állapotban tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Miért? Mert ez az alapja mindennek. Tehát ha az alapokról kérdezel, akkor ez az alap. Hogy ez a pillanat tiszta legyen. Amikor az ütést hallottad, akkor a tudat összeszedetten egy pillanatig legalább, de figyelt, hiszen az ütés törölte a sok zajt. Hogyan valósítod meg ugyanezt az állapotot botütés nélkül? Hogyan leszel ugyanolyan összeszedett, letisztult, eszköz nélkül? Eszközzel nagyon könnyű. De ha elvették a játékát, akkor kicsit szomorkás a hangulatom máma. Ne legyen. Ezt viszont tanulni kell. Egyéb kérdés? Mindig mentem így egyedül, és akkor így nem nagyon volt család, meg egyebek, aztán így lett a zen, mármint, hogy nem rég voltam, meg így a szanga, és akkor azt éreztem, hogy akkor most van család, mármint, hogy valami ilyesmi. És akkor most nem tudom, hogy... És akkor hoztam egy csomó olyan döntést, ami felmondás egyebek,
amik mindig szoktam ilyet, amit senki nem ért egyébként. És akkor most azt gondolom, hogy szeretnék, tehát hogy lehet, hogy eljutottam nagyjából oda, bár nem akarok erről túl sokat képzelni, meg magamról se, de hogy akkor így tudnék másoknak adni. Mármint, hogy mondjuk a főzéssel most itt tartok. Például a kávés muffin, meg egyebek. Na de lehet, hogy igazából szívem szerint oda mennék, és ott segítenék a templomnál. Legyen így. Van. Gyere oda, és segíts ott. Miközben van egy 7 éves gyerek, és kész, más nincs körülöttem. És ezt így semmi racionalitása nincs. Mert hogy... Már nem kell hozzá, már ott van a 7 éves gyerek, már nem kell racionalitás. De hogy az már elmúlt. Ott a gyerek, tessék rá vigyázni, tessék főnevelni. Hát így, igen. Tehát, hogy nem lehetek ott, hanem... De lehet, csak amott... ilyen pici rövid ideig, amíg a nagyi vigyáz a gyerekre egy hétvégén át, aztán te visszajössz, és újra a karmád gyönyörű teremtésével szembenézel, és megsimogatod a fejét, mosol rá, főzöl rá, iskolába adod, stb. Ezt kell csinálni. Jó, tehát most ezt kell csinálni. Hát ezt kell. Nem ezt kell? De ezt Na, kell. Hát akkor ezt kell csinálni. Ez egy nagyon-nagyon komoly tréning, és én azt javaslom neked és gyakorló anyukáknak és apukáknak, hogy a gyermeknevelés és családi élet mozzanatait használják fel arra a lélek tudatosodásra, mert egyébként is elkerülhetetlen. Tehát nem kéne megvárni a fájdalomküszöböt, a konfliktuszónát, a tűrhetetlenséget. Vegyük észre, hogy élünk együtt, mit csinálunk egymással, és ehhez az időszakos zen gyakorlat, vagy meditációs gyakorlat, ha más stílust választ. Nagyon jó eszköz. Tehát, ahogy mondtam az előző válaszomban, lefordítjuk a tant monasztikusból világira. A lényeg ugyanaz, de a módszer, a tanítási módszer más. És éppen ezért javaslom mindenkinek, hogy aki szeretne egy kis tudati szervizállomásra jönni, nyugodtan nevezzen be egy elvonulásra, eddig még mindenki saját lábán jött ki onnan. Tehát biztos lehetsz benne, hogy te is ezt fogod tenni, és hazamész, és másképp látod, másképp érzed az életet, a kapcsolataidat, másképp látod a gyereket, és talán jó is, mert el kell serdülni, aztán minden tartalékodra szükség lesz. Szeretném megköszönni szervezőinek az áldozatos munkát, a színház fenntartóinak, hogy itt jelen lehettünk, és szeretném azt a lehetőséget megemlíteni, hogy együtt gyakorolhatunk. Együtt gyakorolhatunk holnap a workshopon 9 és 12 óra között, illetve a templomban, és olyasféle tevékenységet fejthetünk ki, amely a meditáció által a tudat tisztulását hozza. A tudat minőség emelkedését hozza, mely által jobban látjuk azt a karmát, amit teremtünk. Jobban meglátjuk a szenvedés tényét, okát, megszüntetését, és így jobban járhatjuk a megszüntetés útját. Kívánom azt, hogy mindannyian jussunk el arra az önálló benső felismerésre, mely autonómmá és önjáróvá tesz az úton, és ezen az alapon tudunk a legjobban együttműködni egymással, és a legjobban tudjuk egymást segíteni a megvilágosodás elérésében. Köszönöm a figyelmet!